Az elmúlt hetekben több felajánlás is érkezett. Április 22-én szerdán délelőtt egy magyar gyártmányú ózongenerátort és 60 doboz 1000 mg-os ugyancsak magyar gyártmányú C-vitamint adományozott. A Kurta étterem a Kiskörösváros önkormányzata fenntartásában működő Sárkány József utcai idősek otthonának. A nagylelkű adományt Kecskés Róbert üzletvezető adta át dr. Kálainé Major Marinának, az egészségügyi gyermekjóléti és szociális intézmény igazgatójának, és Csengődi Kamillának, az otthon szakmai vezetőjének. Az eseményen jelen volt Domonyi László polgármester is. Azt kell, hogy mondjam, hogy megint a köszönet hangjával kell, hogy kezdjem a Kiskörösváros Alapítványnak az ötletért, a segítségért, a felszólításért, és a kiskörösi vállalkozóknak is a segítségükért. Azt mondom, hogy az alapítvány számlájára is egészen komoly pénzösszegek érkeztek be a vállalkozásoktól, és a vállalkozásaink nem csak anyagi támogatást nyújtottak, hanem különböző eszközökkel és anyagokkal is támogatják a védekezést. Mondhatjuk azt, hogy az Izsu kozmetikumtól olyan étlent kiegészítőket kaptunk, amit szintén az idősek otthonába soroltunk át, ami immunrendszert kimondottan erősíti, és most itt van a Kurta vendéglő felajánlása, ami szerintem extra lehetőség, hogy egy olyan ózongenerátort kaptunk a Kurta vendéglőtől, Szabó József tulajdonos úrtól és Kecskés Róbert üzletvezető úr személyesen hozta el nekünk, amivel azt mondhatom, hogy 100%-osra lehet csirátlanítani az intézmény meghatározó szobáit, öltözőit, konyháját, és azokat a pontokat, ahol a fertőzés bármikor felütheti a fejét. Ez megnyugtatna minket, kiskörösieket, megnyugtat engem és intézményvezető asszonyt, hiszen azt gondolom, hogy a legnagyobb felelősség a miénk, hiszen mi vagyunk a fenntartói ennek az idősek otthonának is, és ez a segítség, ez óriási olyan dologi segítség, amihez nem jutottunk volna csak úgy hozzá. Emellett a Kurta étterem kedvezményes áron ajánlott fel menüt a járvány elleni védekezés első vonalában dolgozóknak. Mi ugye étterem lévén még ugye üzemelünk, mi ahogy ez a vészhelyzet ugye kihirdetésre került, ugye rögtön fölajánlottunk egy nagyon nyomott áron lévő teljes menüt a elsődleges frontvonalban dolgozóknak, egészségügyi dolgozóknak, rendőröknek, vámis pénzügyőrségnek, tűzoltóságnak, és mindenki, aki úgy gondolja, hogy rászoruló idős a lakosság számára, ők is igénybe tudják ezt venni, a önkormányzat összes dolgozója, és ehhez a fölajánlásunkhoz egy helyi vállalkozó, Nagy László, a Kunsex ZRT vezérigazgatója rögtön csatlakozott, és azt mondta, hogy ő kezdésnek ugye ebből 300 adag ételt ugye rögtön kifizetne, és ennek ugye kéri az önkormányzatnak ugye a lekoordinálását, hogy a megfelelő helyekre kerüljön. A Kiskörös Televízió néhány napja telefonos interjúkban számolt be a város időseket gondozó intézményeinek helyzetéről, amelyek azóta kitűnőre vizsgáztak az országos járványügyi ellenőrzésen. Mind a három idősek otthonába teljes megelégedéssel zajlott le az ellenőrzés. Az intézkedési tervek, a pillanatnyi egészségügyi helyzet, egészségügyi állapot mind a három otthonban a tökéletes védelmi szintet érte el, és ennek végtelenül örülök. Én azt gondolom, mind a három fenntartó kellő komolysággal állt hozzá a dologhoz, és még egy nagyon fontos dolog, ami Pesten nem történt meg, időbe lépett minden intézményvezető. Amikor a veszélyhelyzetet kihirdették, akkor már a kiskörösi idősek otthonaiban, mind a háromban bejárási tilalom volt, kijárási tilalom volt, tehát megelőztük, azt gondolom ebben is, mint nagyon sok mindenben az intézkedéseinkben az országos helyzetet. Az intézmény vezetőjét elsőként természetesen a bentlakó idősek hogylétéről faggattuk.
Nagy örömmel mondom, hogy jól, mindenki jól van, egészen jól tűrik ezt a bezárt állapotot, nagyon jól megértették, hogy miről van szó, és a kolléganőim is jól vannak. Ez is nagyon-nagyon fontos. Minden kolléganőm, az ápoló gondozónők, a mosónő, a takarítónő, a konyhások és mindenki. Nagyon szigorúan betartjuk a szabályokat. Az önkormányzattal napi kapcsolatban vagyunk. Én mindig elmondom, hogy mire lenne igényünk, és ők mindig beszerzik, illetve saját beszerzéseink is vannak, mert mi is kapcsolatban állunk azért különböző cégekkel. Eddig mindent sikerült beszerezni. Egy fertőtlenítőszerből nagyon jól el vagyunk látva a padlófertőtlenítőtől is, a kézfertőtlenítőn át, minden. A kormányhivataltól Kecskemétről minden héten kapunk maszkokat, el kell érte menni, ez az egy kellemetlenség a dologban, de a környékben 5 idős otthon vezetője így összefogott, és felváltva megyünk, hol az egyik, hol a másik, és akkor elhozzuk a többieknek is a maszkját. Egyszer kaptunk gumikesztyűt is. Tulajdonképpen mindennel el vagyunk látva, én varrattam szkafandert, mert azt nem sikerült még beszerezni, de varrattam ilyen lepedő anyagból, úgyhogy azunk is van, és a vattai francia Lászlóval beszéltem, és a vattaiból fogunk kapni minimum 3, de lehet, hogy 5 darab ilyen arcvédő pajzsot a holnapi nap folyamán. Ez még hiányzott a úgymond repertoárból, most már ez is van. Az otthon vezetői és dolgozói nagy örömmel vették át a Kurta étterem felajánlását. Az ózongáz az egyik legerősebb fertőtlenítéshez használt hatóanyag, ami 50-szer hatékonyabb és 3000-szer gyorsabb, mint a klór. Nincs olyan kórokozó, amely ellen tud állni az ózon fertőtlenítő erejének, így a levegőben lévő felületeken megtapadó vírusok, baktériumok, penész és egyéb gombák elleni küzdelemben professzionális megoldást jelent. Az ózonkezelés világszerte igen elterjedt, széles körben alkalmazott légtisztító, szagtalanító, fertőtlenítő eljárás. Minden olyan helyen használható, ahol fontos a léghigiénia, a kórokozómentes környezet.